A Mi Hazánk mozgalom számára fontosak a visszajelzések, a munkaügyi kabinet számára pedig még inkább, ezért elhatároztam, hogy időközönként bizonyos felvetésekre, sajnos természetesen mindre nem lesz időm, lehetőségem, de amikre tudok, arra válaszolni fogok. Most egy olyanra szeretnék megfogalmazni egy választ, amit többen feltettek a legutóbbi akciónknál, amikor az illetékes minisztérium épületére kihelyeztünk egy plakátot, tisztességes fizetéseket követelve a postásoknak, utasoknak, buszsofőröknek. Nos, érkeztek olyan visszajelzések, hogy mi lesz az ő munkakörükkel, például a gyári dolgozókkal, bár teszem hozzá, a gyári dolgozók 7 pontját már megfogalmaztuk, itt a linken el is érhető, de természetesen minden értékteremtő munkakör és minden értékteremtő dolgozó épp ugyanolyan fontos a Mi Hazánk mozgalom számára, tehát ígérhetjük, hogy minden munkakörre sor fog kerülni, de ehhez várjuk a ti javaslataitokat is a munkaügy@mihazank.hu e-mail címen, mert mi vagyunk egyedül az a párt, aki ebben a kérdésben is nem meg akarja mondani, hogy ti hogy gondoljátok, hanem a ti javaslataitokat várjuk, és azt fogjuk képviselni, ami nektek jó. Mert ellentétben a liberális oldallal nálunk a kötelességek és a jogok fordítva vannak, mint náluk, tehát előbb a kötelesség és utána a jogok. Egy ilyen társadalmat képzel el a Mi Hazánk mozgalom, és ebben elengedhetetlenül fontos szerep jut, sőt a legfontosabb szerep az értékteremtő magyar dolgozóra.